Kincset találtunk a Kastélydombi Általános Iskolában. Ella Márk, harmadik B-osztályos tanuló, Esztergomban a Babics Éve szavaló versenyen első helyezést ért el. Országos helyezés az egy nagy dolog. Hogyan gondoltad el, hogy te elindulsz egy ilyen szavaló versenyen? A tanárom, Kamilla néni, hát azt mondta, hogy keres nekem egy verset, mert nem sikerült a kerületi, és keresett egy versenyt. És kíváncsi voltam, hogy Esztergomba ott milyen a mezőny. Babics Mihályról te korábban hallottál? Még nem. Amikor kiválasztottátok a versét, a Tündérországot, kétszer-háromszor elolvastad a verset, hogyan látod, mi ebben a versben, ami igazából izgalmas? Hát, hogy mondjuk mi lehet a Tündérországban? Hát ez elég érdekes. Szól a király, nos idegen, mi úgy gyönyört hoztál nekem? Jártam a kincses Indiában, az ismeretlen Afrikában, s valamit hoztam is, valóban, Tündérországot, Ládikóban. Nevettek, furcsa is volt valóban, Tündérország egy Ládikóban. Mióta szereted a verseket? Első óta nagyon szeretem. Valamiért valami nagyon megfogott benne. Különcnek számítasz te az osztályodban? Hát, őszintén igen. És hogyan fogadták a osztálytársaid azt, amikor hazajöttél egy első helyezéssel? Hát nagyon megtapsoltak és azt csináltak, hogy hú! Mit szorongatsz a kezedben? Hát, ezt ott kaptam a verseny előtt, ezt a kis követ. Segít a kommunikációban és lenyugtat. Nagyon szoktál izgulni? Hát igen, még nincs rálam a kő. A családodban ki szereti még rajtad kívül a verseket? Anyukám. Ő nagyon szereti a verseket. Meg a nagymamám is persze. Ez azt jelenti, hogy mielőtt lefeküdtél kiskorodban, mindig olvastak neked? Igen. Miket olvastak? Mi volt a kedvenc meséd mondjuk? Hát mindig más. Nem volt ilyen konkrét kedvenc. Mindig más. Meg volt ilyen, hogy 365 mese, és abból olvasott nekem mindig. Minden napra egy mese volt. És mi szeretnél lenni? Van-e valami elképzelésed? Ezt a szavaló tehetségedet tovább szeretnéd-e majd felnőtt korodba ültetni? Fejleszteni, hogy én nekem mindig ez volt az álmom, hogy egyszer majd a tévében lehetek. Mint? Van valami, hogy műsorvezető szeretnél lenni, vagy mozi színész, vagy színházba színész? Nem, csak szeretném, hogy úgy lássanak az emberek. Az fontos? Hát, nekem igen. És volt-e valami kis ajándékozás otthon, amikor hazajöttél Esztergomból? Hát igen, kaptam egy rózsafát, nagyon örültem, szép volt. Ilyen sárga és ilyen pirosas volt a széle. És azon gondolkoztál, hogy nem csak verset mondasz, hanem verset írsz? Egy verset írok? Írsz. Hát én már írtam egy verset. Az volt, hogy virággyűjtő. Ha jól emlékszem, azt már régen írtam, az is nagyon tetszett az osztálynak.